Terményáldó ünnepre és gazdatalálkozóra várták szombaton az érdeklődőket Makó Bogárzóban. Vas Gábor önkormányzati képviselő az esemény egyik szervezője stábunknak kifejtette, hogy nem csak az a céljuk, hogy a helyi termelők bemutatkozhassanak, hanem az is, hogy a városhoz tartozó tanyavilág rendszeresen megteljen élettel, igazi közösségi téré váljon az egykoron népes település. Az 1907-ben felszentelt bogárzói templomban rendszeresen tartanak szentmiséket. Legutóbb szombaton várták a Makóhoz tartozó tanyavilág egyik központjába a híveket. Páfai Zoltán római katolikus plébános celebrálta a terményáldó szentmisét. Urunk Isten, hálát adunk neked a terményekért, amelyeket az emberek javára érlelt a földön. Kérünk, hogy amint ezeket a gyümölcsöket isteni gondoskodásod létrehozta, ugyanúgy érleld meg szívünkben az igazságosság és a szeretet gyümölcsét. Az önkormányzat, valamint a család és térsége gazdakör évek óta közösen szervezi meg ezt az egyre népszerűbb eseményt. Vas Gábor városatya a kör elnöke televízióknak elmondta, ezen a hagyományos őszi rendezvényen a gazdák számot adnak arról, mit és hogyan termeltek az idén, valamint tapasztalatot tudnak cserélni. Ezt összekötik az egyházi ünneppel és kulturális programokkal egészítik ki a napot. Ugye itt az elmúlt években is ugye elég aktív résztvevői voltunk ennek az eseménynek, meg úgy Bogárzóban az összes eseménynek, hogy akkor még gazdakörként, most már így települési képviselőként is, és így összekötöttük a kettőt. Igazándiból ugye újdonság nem nagyon volt, már elég sok tapasztalatunk volt már ebben, hogy kell ezt megszervezni. Itt ugye a terményeket a környező gazdálkodók ugye szépen összeadták, gyönyörű lett az oltár egyébként. Teljesen átfogó képet kapunk itt a fiataloktól az idősebbekig, ugye akik még itt éltek, itt nőttek fel, vagy az itteni gazdálkodók, akik itt gazdálkodnak. Bogárzó hidat képez a jelen és a múlt között, vagyis évtizedes, illetve akár évszázados hagyományok elevenednek meg a tanyavilágban. A makói önkormányzat, valamint az innen elszármazottak folyamatosan fejlesztik ezt a központot. Legutóbb a templomot sikerült felújítani, előtte pedig a sekrestyét. Németh János Antal kolompjátékkal örvendeztette meg a jelenlévőket. Sípos József növényorvos, címzetes egyetemi docens nem első alkalommal vett részt az eseményen. A szakember kiemelte, évről évre egyre nehezebb körülmények között kell talpon maradniuk a magyar gazdáknak, ezért nagyon fontos, hogy az esztendő vége felé közeledve hálát adjanak. Bogárzó mind a mai napig kiemelt helyszíne a makói és térségi termelőknek, valamint az állattartóknak. Bogárzó, Makó Bogárzó gyerekkorom óta egy meghatározó helyszíne az életembe, egy nagy történelmi múlt és a mezőgazdaságnak egyik kis központja. Folyamatosan, csodálatosan, egész évben vannak olyan ünnepek, ami megemlékezik az egész mezőgazdasági folyamatról. Legyen az a vetésnek az ünnepe, legyen az a búzaszentelés, és most itt évvégén közösen adunk hálát az itt élő emberekkel, illetve az innen elszármazottak és családtagjaival az egész év nehézségei mellett az örömökért, a terményáldásért és az elért sikerekért. A makói tanyavilágban, vagyis Bogárzóban, Rákoson, illetve Igáson a növénytermesztés mellett az állattartás is mindig fontos szerepet töltött be. Elsősorban juhokkal és kecskékkel foglalkoztak, valamint foglalkoznak most is az itt élők. A Dani család az 1800-as évek óta tart birkákat, Dani János is követi a hagyományokat. Az ő kezdeményezésére a délalföldi régió jobból is érkeznek pásztorok, juhászok a bogárzói programokra. Szombaton Kis Miklós is elfogadta a meghívást. A 86 éves hódmezővásárhelyről érkező juhász még napjainkban is legeltet. Elárulta, a 8. osztály elvégzése után azonnal beesett a fejő lyukba, vagyis juhászbojtárként dolgozni kezdett édesapja mellett. Ez 1953-ban volt, és azóta sem mondta meg. Akkor úgy megszerettem ezt a jószágot, mert ugye abban az időben, mint kint ellettünk a Gyöpön, nem Hodályban ben voltunk, kint ellettünk, aztán apámat azt mondtak, fiam,
Minden, mikor látod az anyabirka kéri az erőt, akkor erígy aztán segítség, hogy minél hajabb szülje meg a bárát. Hát aztán én valójában ugye ezt megszoktam, mert hogy ott csinálni kellett, még szerettem is csinálni, mert én igen, nem erőltettek erre a munkára vagy szakmára, mert ezt szakmának tudom mondani. Én magamat képeztem. Van a juhászoknak egy bibliája, azt tanulmányoztam. Ahogy korábban, így most szombaton több kiegészítő rendezvény is várta a vendégeket Bogárzóban, termelők mutatták be a portékájukat, illetve különféle kulturális programok színesítették az eseményt.